A budapesti orosz nagykövet szerint gázelosztó központtá válhat Magyarország a tárolói kapacitására építve, erről a Napi Gazdaság számol be. Szergejev Vlagyimir Nyikolájevics a lap mai számában azt mondta, Magyarország csaknem 6 milliárd köbméteres tárolói kapacitásával az ötödik helyen áll az Unióban. Szerinte az itteni elosztó központot a belátható jövőben főként orosz gázzal lehetne feltölteni. Egy ilyen projekt nem valósulhat meg a két ország politikai együttműködése nélkül. Ennek sikere pedig példátlan stratégiai partneri szintre emelhetni a két ország energetikai együttműködését a kölcsönös előnyökre építve. Az orosz nagykövet nyilatkozatának lehet egy olyan olvasata is, hogy Moszkva már nem akarja tovább feszíteni a húrt Ukrajnában, így véli a Klubrádiónak nyilatkozó szakértő. Jenei András, a Méltányosság politika elemző központ munkatársa azt mondta, Magyarországnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy gázelosztó központ legyen. Emlékeztetett egyúttal arra, hogy a legnagyobb ilyen csomópont jelenleg az ausztriai Baumgartenben, amely évtizedek óta monopol helyzetben van, így nehéz lesz a versenyt felvenni. Jenei András azt is mondta, hogy a magyar projekt nem tud létrejönni, ha az orosz fél erőteljes támogatása nélkül, és szerinte az orosz nagykövet inkább politikai nyilatkozatot tett. Hogyha mi ugye arra építünk, hogy mi gázelosztó központ legyünk, akkor itt a fizikai gázmennyiség az Bereggarod felől, tehát kelet felől, tehát Ukrajnán keresztül tud csak érkezni. Ami ugye energiaellátás biztonsági szempontból egy komoly kitettséget jelent. És éppen emiatt érdekes az orosz nagykövetnek a víziója, ugyanis egy ekkora politikai kockázatú beruházásba beletenni pénzt, főleg amellett, hogy az oroszoknak igazából már van egy régiós gázelosztó központjunk Baumgartenben, ez igen érdekes. Van egy olyan olvasata, hogy az orosz fél az abban bízik, hogy rendeződik valamelyest az ukrán helyzet. Ugye diplomáciában, hogyha egy nagykövetnek szólal, azért annak szokott súlya lenni, ezt nem ő találja ki, hanem ennek van egy megfelelően koreografált központból, tehát Moszkvából jövő forgatókönyve. Innentől kezdve pedig ezt akár lehet olyan üzenetként is dekódolni, hogy Moszkva már úgy gondolja, hogy az ukrán konfliktus elért a tetőfokára, és innentől ők már nem szeretnék ezt tovább szítani, nem lesz további konfliktus generálva, és ezt azzal szeretnék megmutatni, hogy arra építenek, hogy Magyarország egy EU tagállam, amely nagyon nagy mértékben függ az ukrán átjövő gázszállításoktól, akár orosz együttműködéssel is, tehát pénzzel kötelezi magát arra, hogy a következő 15-20 évben ugyanúgy, ahol az irányból kell majd gázt hozni. Jenei Andrást, a Méltányosság politika elemző központ energiaipari elemzőjét kérdeztem egyebek mellett arról, hogy hordoz-e újdonságot a korábbi Európai Uniós energiapolitikai elképzelésekhez képest a most elfogadott koncepció. Az energiaunió összességében egy olyan elképzelés, amelyik szerintem szinte csak újdonságokat hordoz. Nagyon sok szempontból lényegesen agresszívabb jogi értelmezés keretet ad. Ahhoz képest például, mint a harmadik energiacsomag volt, gyakorlatilag vehetjük egy negyedik energiacsomagnak, és ugye ahogy például több nemzetközi közgazdász is megjegyezte az elmúlt hetekben, az energiauniónak az ügye, az talán minimum hasonló súlyban van, mint annó a monetáris unió ügye, de talán még annál is fontosabb. Ugye az energiauniónak az a lényege, hogy az eddigi bilaterális dílek és az eddigi bilaterális megállapodások helyett összesítve az összes tagállamnak az érdekeit figyelembe véve gyakorlatilag Brüsszel tudjon tárgyalni energetikai, az unió egészét, energetikai piacát egészében meghatározó kérdésekről. Ugye nagyon sokan azt feltételezik, hogy az energiauniónak a mostani ötlete az egy politikai döntés, és egy politikai döntésnek a hozománya, mégpedig az ukrán-orosz válságra, illetve általában a kiéleződő orosz és nyugat közötti helyzetre való válasz. Ön szerint nem az? Részben ez. Én azt gondolom, hogy részben mindenképpen ez. Én inkább arra gondolok, hogy itt van egy hosszú távú elképzelés, illetve az uniónak volt is egy hosszú távú elképzelés az energiaunióról. Itt már a szakmában évek óta, de lehet azt lehet mondani, hogy már évtizede hangoztatják nagyon sokan, hogy szükség lenne egységes európai energiapolitikára, és ez egészen 2009-ig a második orosz-ukrán gázválságig nem volt annyira a terítéken. Azóta nyilvánvalóan erősödött a legitimitás ennek a kérdésnek, és hát 2014 óta, évelei óta, mióta a Krim félsziget annektálása megtörtént Oroszország által, illetve átcsapott az orosz-ukrán konfliktus egy háborús helyzetbe, azóta az energiaunió kérdését nyilvánvalóan megtolták Brüsszelből politikailag is. Tehát most már megvan az akarat arra,
harmadik energiacsomagnak, illetve más, minden más hatályú szabályzatnak, és kifejezetten arra tér ki, hogy a külső beszállítók milyen hatással vannak az európai energiabiztonságra. Ugye ez eddig nem volt ennyire deklaráltan benne egyik csomagban sem, nem volt ennyire fönt a párbeszédnek a térképén, de ez most egyértelművé vált. Ugye ezt az orosz fél úgy fordítja le, hogy itt gyakorlatilag egy orosz ellenes szabályzás születik, és az egész energiauniónak nincs legitimitása, hiszen csupán arról szól, hogy egy kiterjesztett harmadik energiacsomag, amit már eleve szintén saját magukra nézve úgy éreztek, hogy ezt rájuk írták, ami azért annyira nincs messze a valóságtól, de azért azt látni kell, hogy itt az uniót mozgatják olyan hosszú távú elképzelések is, amik akár Oroszország nélkül, vagy mostani helyzete és a mostani diplomáciai konfliktus nélkül is hasonló irányba vezetnének. Ez a lépés pont ebben az értelmezésben, pont azért, mert Moszkva így értelmezi ezt az energiauniós koncepciót, befolyásolhatja érdemben a bilaterális kapcsolatokat, hiszen addig is, amíg megszületnek ezek az együttműködések, ezek a fizikai összeköltetések, amiket az energiaunió céloz, addig is azért főleg a kelet-közép-európai országoknak jelentős mértékben a gázt azt Oroszországból kell beszerezni. Én azt gondolom, hogy a rövid távú kapcsolatokat mindenképpen meg fogja nehezíteni, amennyiben az energiauniónak a koncepciója elfogadásra kerül az év vége felé, hiszen bilaterális megegyezésekbe be fog lépni egy harmadik fél is, mégpedig az unió, és onnantól kezdve ugye ismerve az uniónak a rendszerét, ahogyan működik, egyrészt le fognak lassulni ezek a tárgyalási folyamatok, másrészt, amint ugye ez életbe lép, el fognak kezdődni az auditok. Tehát ami azt jelenti, hogy az unió nyilvánvalóan át fogja világítani ezeket a szerződéseket. Na most, hogyha még azt is figyelembe veszük, hogy nagyon sok ilyen jellegű szerződés, vagy ilyen jellegű bilaterális kapcsolatnak a szerződéses háttere nem is volt feltétlen ez ideig ismert az unió előtt, ez nyilvánvalóan egy válasz arra, hogy a transzparencia kérdésére, de összességében le fogja lassítani ezeknek az ügyeknek az intézését. Másrészt ugye a kérdésnek a másik oldala az az, hogy mi lesz akkor a likviditása, mi lesz azzal, hogyan jut el ide a gázmolekula. Ez kétségtelenül így van, hogy ha hozhatunk bármilyen új szabályozást, a valóság attól még valóság marad, hogyha mi csak kelet felől tudunk Ukrajnán keresztül földgáz vásárolni jelenleg nagy mennyiségben, akkor ez a tény, ez egy ténykérdés, és ez addig fenn fog maradni, amíg nem építjük meg az új vezetékeket, amelyek elkerülnék például Ukrajnát, vagy amelyek például nem Oroszországból hoznak a földgázt. Ez érdekes abból a szempontból is, hogy Gazpromnak volt egy közleménye, amelyet, hogyha bárki elolvas, akkor az abból kiviláglik, hogy azért már Oroszország sem tekint Ukrajnára úgy, mint jövőbeli tranzitállamra. Tehát ez egyértelműen mutatja azt, hogy Oroszország is abba az irányba megy. Nyilván a déli áramlat is erről szólt részben, de azért én még személy szerint olvastam olyan Gazprom közleményt, amelyik ennyire deklaráltan kinyilatkoztatta volna, hogy Ukrajnát semmilyen szempontból nem tekintik a jövőben partnernek a gázszállítások ügyében. Akár a földgáztárolás kérdése, akár az ukrán tranzit rendszernek a kérdése, és a többi. Na most, amíg nem építjük meg az elkerülő vezetékeket, ami lehet átnevezett déli áramlat, mondjuk Tesla, vagy török áramlat, vagy északi áramlatnak a további csőpárjai, amit ugye úgy tudom, hogy Oroszország most nem akar mégsem megépíteni, vagy akár bármilyen más forrás, addig a valóság az fog maradni, hogy a érvényben lévő, vagy például, mint a mi esetünkben is, újra aláírásra kerülő hosszabb távú gázszerződések, direkt mondom, hogy hosszabb távú, és nem hosszú távú, addig ebbe az unió bele fog szólni, az uniónak az egységes energiapolitikai stratégiáját kell ebben követni, és hogyha ez elfogadásra kerül, akkor Magyarországnak lényegesen beszűkül a mozgástere, ahogy az összes regionális államnak, a régióban lévő államnak is. Egyébként ön mit gondol, Moszkvának van-e lehetősége, hogy bármilyen válaszlépést tegyen az energiaunió koncepciójával szemben, hogyha ezt elfogadja az unió valamikor ősszel? Én azt gondolom, hogy
utána már nehéz válaszlépéseket tenni. Előtte tud Moszkva nagyon sokat tenni az ellen, hogy el legyen fogadva ez a papír, vagy fel legyen valamilyen szinten hígítva. Ugye jelen formájában nyilvánvaló, és ezt jelezte az orosz diplomácia is, több nyilvános csatornán is, ezeket lehetett olvasni, hogy számukra ez az energiauniós dokumentum így ebben a formában elfogadhatatlan, és elég sok Európai Uniós tagállamnak is komoly kétségei vannak, hogy ezeken a pontokon változtatni kell, hiszen ebben a formában az ő kezüket, ezeknek a tagállamoknak a kezét, ezekben a bilaterális gázszerződésekben például jelentősen megkötni. Tehát én azt gondolom, hogy amit el lehet érni, az az, hogy felhívják a dokumentumot valamilyen formában. Én azt gondolom, hogy ez meg is fog történni, hiszen itt nem lehet egyoldalúan lépni. Oroszország továbbra is a legnagyobb beszállítója Európának földgázból, tehát mindenképpen szükség lesz az orosz féllel való egyeztetésre is. Szerintem itt azért ez egy erős hitoktatás is. Tehát, hogy jelenleg ugye az érdemes szétválasztani az energiaunióval kapcsolatos diszkusziót két vonalra, van egy regulációs vonala, tehát egy szabályzási vonala, amely elég egyértelmű abból a szempontból, hogy ez egy folytatása a harmadik energiacsomagnak, gyakorlatilag a negyedik energiacsomagot írják. És van ennek egy politikai vonala, lényegesen jobban át lett az energiapolitikai szabályozás ezáltal politizálva, és ez a politikai vonal pedig mindig aktuális adott helyzetre adott reflexió. Jelenleg az Európai Unió ezzel akar vasöklőt mutatni Moszkvának az ukrán helyzettel kapcsolatosan. Meg lehet nézni a különböző nyilatkozatokat, hogy az Energiaunióval kapcsolatban rendre felhozzák Ukrajna helyzetét, rendre felhozzák az ellátás biztonság helyzetét, és rendre benne van ezekben a nyilatkozatokban, hogy Ukrajnában lévő helyzet szinte kizárólagos felelőse Oroszország. Tehát az Európai Uniónak ez az álláspont. Tehát úgy jelenleg az Energiauniónak az ügye, az egyben egy komoly politikai ütőkártya is az unió részéről. Jenei Andrást, a Méltányosság Politika Elemző Központ energiaipari elemzőjét hallották. Ezzel véget ért az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazin.